Lájkold te is a Szigetkősport Facebook oldalát! A műsor támogatta a Berger Transport Kft., a Borháló Mosonmagyaróvár, Húshegyi Anita ötvösmester, a Lajta Duna Építő és Vízszigetelő Kft., Sajtos Rudacska, a Roppanós Élvezet, Korall, Burkolás, Csempe, Járólap, Cseresnyés István, az Esküvők Fotósa, valamint a Flex Fényhegesztés Technikai és Szerszámkereskedőház Kft. A műsor főtámogatója a Greiner Biovan Hungary Kft. Január utolsó hétvégén újabb bajnoki forduló várt az MTJ 1904 asztali tenisz szakosztályára. A mosonmagyaróváriak ezúttal a középmezőnyhöz tartozó Mezőberényt fogadták. Ezen a találkozón Kramarics Gergő mindkét egyéni mérkőzését megnyerte, valamint Katona Gergellyel párosban és Katona egyéniben is szállított egyet sikert, így a Mosonmagyaróvár összesítésben 4-3-ra győzött. Nem, tényleg egy csapatként működtünk együtt, és egy nagyon fontos győzelmet arattunk. Hát a bajnokság további részére nézve azért nagyon szoros a bajnokság második fele, és most ezzel a győzelemért egy nagy lépést tettünk afelé, hogy biztosítsuk magunkat továbbra is az extraligában, és hát azért szeretnénk még a továbbiakban nyeregetni mérkőzéseket, és remélem, hogy sikerül a bennmaradás, de én nagyon bízok a csapatban. Nagyon szoros mérkőzés volt, ugye a Mezőberény az tavaly egy Final Four-os csapat volt, tehát tulajdonképpen egy Final Four-os csapatot kellett legyőznünk. Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy sajnos fizikai okokból a legjobb játékosaik azok nem játszottak, legalábbis kettő hiányzott, az egyik meghatározó játékos jelen volt, sajnos őt nem is tudtuk legyőzni, de viszont akik ellen megfogható volt a mérkőzés, azok ellen tudtunk diadalmaskodni, és tulajdonképpen nyertünk egy párost, ami szerintem egy elég erős páros ellen sikerült. Jelenleg ugye 4 győzelemmel állunk, viszont ez a mai meccs igazából egy elég nagy lépés volt a felé, hogy bent maradjunk. A mosonmagyaróváriak a következő fordulóban a listavezető Celdömölkkel lépnek pályára, ahol a tisztes helytállás a cél.